Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon szépítkezni fogunk itt a Fehérvár TV-ben. Egyre többen járnak kozmetikushoz, nem csak a hölgyek, hanem már az urak is. Többen cikinek tartják, többen azt mondják, hogy miért nem mehetnének el a férfiak, ugyanúgy kell, hogy adjanak magukra. Úgyhogy mai napon erről fogunk beszélgetni, illetve erről is fogunk beszélgetni. Vendégem a stúdióban Szőlősi Izabella kozmetikus. Szia, köszöntelek téged. Szia, és köszöntöm a kedves nézőket is. Csomó mindenről beszéltünk már adás előtt. Először rólad szeretnék egy picikét beszélni. Ugye te nagyon-nagyon régóta, mióta vagy kozmetikus már? 97. 97 óta. 23 éve. Azért az nem volt. Most augusztus elsején lesz. Rengeteg tapasztalat, rengeteg pozitív, rengeteg negatív tapasztalat természetesen, ami felhalmozódott, hogy akár a férfiak, akár meg a nők kapcsán. Amikor te elkezdted 97-ben, akkor te már egyébként tudtad előtte is, hogy akkor te kozmetikus leszel, vagy volt valami teljesen más pálya, amit mondjuk előtte tanultál, és mondjuk addigra képezted át magad kozmetikussá? Hát úgy képzeld el, hogy én már kiskorom óta, amióta az eszemet tudom, erre a pályára készültem. Tehát, hogy ez így egy annyira olyan érzés szinten volt bennem mindig, hogy ez soha nem volt kérdés. Az anyukámmal mindig mentem a kozmetikába, amikor ő ment, és órákon át ott tudtam ülni, és figyeltem mindent, és a mai napig emlékszem dolgokra, kezelésekre akár, mindenre. Az illatokra. Otthon is akkor krémezgetted magad, családod, így kell ezt elképzelni? Az anyukámat, amit a kozmetikában láttam, a kozmetikustól, otthon ő engedte, hogy masszírozzam, úgyhogy így az ők is otthoni krémeivel. Még jó dolga volt a szüleidnek azért, mert én is szeretem a masszírozást, nagyon engem senki nem akar megmasszírozni, mert nem szeretnek, és neki meg milyen jó dolga volt a szülőknek azért. Igen, azért is többször kölyképzeld el. Azt nem csodálom azért. Úgyhogy ez volt. Voltak akkoriban ilyen lehúzós maszkok, amiket lehetett venni, meg ilyen bőrradírók, amiket így a tévében nyomattak akkoriban, reklámokat, és minden meg volt, és végig csináltam egy komplet kezelést. Az nagyon-nagyon szuper. Tényleg akkor durva. A családnak tényleg azért nem volt panaszarát semmiképpen. Hát, mi az, amit egyébként a kéne választani, hogy kozmetika mellett, ha ezt mondjuk azt mondanák, hogy most ez nincsen, tök más kell csinálnod, mi az, amit még mondjuk választanál ehelyett, mi az, ami szimpatikus? Figyelj, soha életemben nem gondolkodtam ezen. Tehát akkor annyira elhivatott volt, hogy annyira, csak ez. Igen, tehát így nem is volt kérdés. Egy picike volt még a fodrász. Mert hosszú haja volt, nagyon derékigérő hosszú haja volt, még régen, és akkor így mindig fésültem. Úgyhogy az volt még, hogy fodrász, de inkább a kozmetika, tehát az 100%. Mennyire nehéz szakma ez? Lelkileg kérdezem, meg mondjuk tudásban? Ha valaki szeretné ezt csinálni, akkor 120%-ig oda kell tennie magát, de szerintem ez mindennél így van. Persze. Itt is vannak jobb napok, meg nehezebb napok, most nem csak itt a gazdaságilag értem, hanem egyébként, amikor, mit tudom én, az embernek nincsen túl jó napja, vagy fáradtabb, akkor azért úgy kell végigcsinálni ott is a napot, hogy azért nem nyavajogni, odafigyelni mindenkire, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert egy ilyen intim kapcsolat alakul ki igazából a vendég és közöttem. És én ezt egyébként nagyon szeretem, mert ez ilyen nagyon-nagyon személyes. Persze. Tehát tényleg pszichológusnak is kell lenni valami. Annak is kell lenni, így van. Viszont hát a szakmai része, így a bőrápolás, az meg megint egy alap, hogy teljesen tudni kell mindent, és én ezt szeretem is, hogy egy kezelésnél mindig gondolkodni kell. Tehát nem ilyen szimpla sorok vannak, hogy most X bőrre ezt meg ezt veszem fel, hanem teljesen személyre szabott, úgyhogy ez meg egy ilyen plusz kihívás még mindig, minden napra. Ugye mondtad a fejlődést, tehát rengeteg képzésen kell részt venni. A kozmetika egyébként az mennyire fejlődik? Tehát az is ilyen robbanásszerűen évről évre vannak új vívmányok, amiket ugye bedobnak a piacra, és amit el kell sajátítani, ezt úgy kell elképzelni? Így van, évben folyamatosan fejlődik, nagyon-nagyon, tényleg folyamatosan. Most így, ha visszagondolok, 20 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, meg a jelent, hihetetlen sok. Tényleg? Igen. Tehát ilyen űrtechnika mondjuk ahhoz képest. Igen, hát amit használok most egy termékcsaládot, ott a biotechnológia, ami a mai legmodernebb kozmetikai eljárások egyike, és ezt alkalmazzák a gyártása folyamán, és ettől nagyon eredményesek a kezelések. Amiket mi ugye hétköznapi emberek, akik nem vagyunk ebben a szakmában, és nem értünk hozzá, látunk tévéreklámokat, interneten reklámokat, újságokban még, amik vannak, hogy itt mindenféle hiper-szuper hatás, mondjuk maradjunk a krémeknél, amit ugye hétköznapi módon kenegetünk magunkra, akár férfiak is használunk. Ezek közül mit látsz te mondjuk, mint szakember, hogy mennyire hozzák azt a hatást, amit mondjuk a reklámokban tulajdonítanak neki? Nyilván neki? A reklámok mindig fel vannak spanolva, egy picit eltúlozva, de nyilván ennek ez a lényege, hogy csalogató legyen,
szín, forma, megjelenés, minden, hogy egy termék, viszont egy lakossági bármelyik márkát, ha nézzük, nem tud egyenértékű lenni így hatásában egy professzionálissal. Tehát, hogy egy professzionális, amit direkt kozmetikusoknak a kezelésekhez fejlesztenek ki, sokkal magasabb hatóanyagban, mint egy boltban kapható termék. Akár egy sima nappali arckrém is. De nyilván a professzionálisak között is van nagyon magas minőség, meg alacsonyabb minőség, de az még mindig sokkal jobb, mint egy boltban kapható hatásában értve. Rengeteg hát számomra megjegyezhetetlen, meg ilyen bonyolult eszköznek a nevét, meg kezelésnek a nevét lehet hallani, hogy manapság mit alkalmaznak a kozmetikusok. Mik azok, amik most nagyon-nagyon trendik, és amik most tényleg úgy visznek mindent? A biotechnológia, ami én most a termékekre gondolok. Termékekre is, meg a különböző ilyen gépi kezelések, amiket lehet látni. Rádiófrekvencia akár. Többféle dolog van, meg én most nagyon ebbe a biotechnológiában hiszek, hiszen ennek az az egyik nagyon fontos lényege, hogy a hatóanyagnak a molekula mérete nagyon picike, ahogy előállítják a biotechnológiával, mikroemulziós cseppforma. És az a lényege a bőrnél is, hogy ezt a hatóanyagot mindig be tudjuk juttatni a bőr mélyebb rétegébe, és ehhez elég az otthoni használat, plusz a kozmetikai kezelésnél, akár gép nélkül is. Mivel olyan picike molekula méret, hogy fel tud nagyon mélyre szívódni, és nem csak a hámrétegig jut be. Úgyhogy én ebben hiszek, hogy ez is olyan, mint egy sport, vendégeimnek is szoktam mondani, hogy ugye, ha nem sportolunk, akkor az izmok visszafejlődnek, és ugye, ahogy idősödünk, idősödik a bőr, fontos az, hogy visszapótoljuk a megfelelő hatóanyagokat, vitaminokat, kollagént, hialuront, amit ugye a bőr eleve tartalmaz, csak később azért változik az egész, és hogyha ez a visszapótlás megvan, akkor egy nagyon jó szinten tartható a bőr, és kitolható az öregedés. Természetes módon hozzáteszem egyébként, mert a különböző feltöltések, meg beavatkozások, az egy más tészta, tehát, hogy amit én ott a kozmetikán belül tudok, Én ennek a híve vagyok, a természetességnek, úgy mindig is így voltam, és emiatt ez fontos nekem. Nagyon sokan megkérdeznék a következő kérdést, te, mint szakember, valaki megkeresne téged, most akár férfi, akár nem, most vegyük őket egy kalap alá. Mi az, amiket fontos naponta a bőrünkkel, hogy megcsináljunk, hogy azért lehetőleg jobb formában legyünk idősebb korban is? Nagyon fontos a letisztítás. Tehát ezt így mindenhol olvasni, hallani, igen, de ez tényleg ez az alapja az egésznek. Az otthoni helyes arcletisztítás a nők esetében, ha sminket nem használ, akkor is fontos, mert ugye a napi szennyeződés, por, hogyha valakinek olyan a bőre, hogy fokozottabban működik a faggyú, akkor azt is le kell tisztítani, el kell távolítani. Tehát, hogy ez a nagyon fontos. Tehát ez napi egy tisztítás. Alap. Így van, és akkor utána a bőrtípusnak megfelelő ápolás, hidratálás. Tehát az a krémezés, amit úgy jövő hétközepén, hogy krémezzük, tisztítsuk, krémezzük, meg ígyünk elég folyadékot, gondolom, ezt is abszolút halljuk. A másik fontos dolog bizony, belső hidratálás. És ez a három megvan, akkor jó eséllyel indulunk mondjuk az öregedés frontjára, hogy pozitívan kerülünk ki belőle esetlegesen. Ezt jó hallani. Beszéljünk most tényleg olyan kérdések, amit szintén sokan megkérdeznének. Ugye a nőkről is beszélünk, először menjünk a idézőjelben kínosabb kérdések köré, hogy férfiak járnak-e kozmetikushoz, vagy hozzá? Szoktak jönni, így vendégeim, férjei, párjai szoktak jönni. Sokan, ugye ezt még férfiak körében, nők körében már nem is, talán férfiak körében egy cikinek tartják, különböző bélyegekkel illetik azokat a férfiakat, ugye, akik mondjuk részt vesznek ilyen kezeléseken, de hát nem azok nyilván, nem, mint aminek titulálják. Nem, abszolút őket. Nem, teljesen. A mai rohanó stresszes világban azt látom rajtuk is, hogyha nem is havonta, de egy 2-3 havonta, amikor azt érzi, hogy úgy kell neki az a 2 óra relax, akkor eljönnek, és akkor így feltöltődnek, pihennek, ők nagyon tudnak relaxálni, szó szerint egyébként, el is tudnak aludni nagyon sok esetben, én ott így meg sem merek mozdulni, nyilván hagyom őket így pihenni. Igen. Tehát a nők jobban pörgetik az agyukat, nehezebben tudnak alapjáraton kikapcsolni, de a férfiakra ez nagyon jellemző, és nekik ez még egy plusz löket is, persze, hogy egy jót pihennek ott. Mi az, amit általában kérnek a férfiak? Mik a fő kezeléstípusok? Hát inkább ezek az arcápolások, pont emiatt a pihenés miatt, ez a regeneráló anti-age kezelések. Ez a masszírozás. Így van, masszírozás, pakolás, előtte leradírozom a bőrt. Nyilván az elején beszélgetünk, és akkor ahogy látom, hogy így kienged, pihen, úgy hagyom én is őt picit így nyugiba. A korosztály ez megoszlik? Nagyon van idősebb, van fiatalabb? Általában ilyen 40-50
között, de volt már idősebb. Pedig érdekes, férfi. Ez nem az a generáció, akiknél ez ugye annyira elfogadott volt mondjuk a régebbi időkben, és pont azok mennek. Ugye azt gondoltam, hogy jóval fiatalabbak mennek, mondjuk lehet azért nem, mert ők meg nem foglalkoznak, mert még fiatalok, még nincs nagyon ránc, és nincs nagyon semmi. Igen, ez is igaz, viszont a vendégeimnek a fiai jönnek, a tini 13, 4, 5, 6 évesek. De látják apától, anyától, hogy járunk. Így van, meg anyuka hozza, és akkor ők is nagyon szépen, van egy nagyon kedves vendégem, fiú, aki szereti, mindig letisztítja a bőrét otthon, tehát ő full 100%-ra odafigyel, és meg is van az eredménye. Tehát tátszik is. Igen, tehát anyukája mindig mondja, hogy annyira rendesen. Tényleg? Betartja, amit ez megbeszélünk, jó. Hogy nagyon, és tényleg nagyon látszik. Igen. Úgyhogy ez a korosztály még, aki úgy jön. Azért kérdeztem ezt meg, ugye a férfiak körében áll, azt tényleg, hogy cikinek tartják sokan, meg megbélyegzik, tehát hogy ne legyen az, hogy ciki, tehát érezzék a férfiak, hogy tök nem ciki ide elmenni, és nagyon nagy előnyökkel ér, és később meg is lehet nézni majd az eredményét. Ugye a mai világban fontos a külső, el kell adni magad, te vagy saját magadnak a menedzsere, igen. És nagyon fontos a külső az első benyomás, mert tényleg az alapján ítélnek meg bárki bármit ez mond így egyébként. Van. Ez tényleg így van. Nők férfiak esetében abszolút. Uh-huh. Nők meg gondolom ezerrel járnak, ugye nagyon régóta az ő privilégiumok, mondjuk ez idézőjelben ebben a kozmetika. Igen. Ők mit kérnek? Gondolom, hogy egy nagyon széles skála van már a nők körében, amiket hát abszolút, szoktak általában top kezelések. Arcápolások, ugyanúgy ez az anti-age kezelés, gyanták most ugye nyári időszakban, de én inkább az arcápolásokat, tehát hogy én arra specializálódtam rá, vagy hogy mondjam, meg a sminkekre. Ugye akár a mennyasszonyi smink, vagy bármilyen smink, akkor szeretik ezt a Hogyan sminkeljen magam című alkalmat, inkább azt mondom, mert nem tanfolyam, mert ez persze. Egy alkalomról szól, hogy hogyan tudja magát napi szinten akár, vagy alkalomra sminkelni, és akkor ezt megtanítom neki, így gyakoroljuk együtt. Úgyhogy igazából bármi. Aha, szinte bármi. Lehet, aha. Hogy ezek a kezelések hát nem mindig, nem azt mondom, hogy fájdalommal járnak, de valamelyik azért kellemetlen. Ugye az köztudott, az a férfiak annyira nem viselik jól a fájdalmat mint a nők. Ezt te is látod? Ez így van nálad is? Igen, de nálam ez fordítva van. Igen? Iszonyatosan bírják. Tőle? És így van, és abszolút mindenféle hang nélkül, mindenféle megjegyzés nélkül, aki eljön és mondjuk tisztításos kezelést csinálunk, figyelj le a kalappal. Tényleg. Tehát nálam ez totál fordítva. Ez a pattanás, nyomkodás, szemöldök szedés, ami ugye szintén ezek kellemetlen tud lenni nagyon-nagyon. Hát igen, az nem egy túl jó dolog. Persze. De le a kalappal, mert ők ügyesen kibírják. Aha, tényleg. Aha. Még maradva a férfiaknál, ugye például szoktak-e, vagy volt-e már olyan dolog most név nélkül, amit mondjuk kértek, és mondjuk azt mondtad, na jó, ezt már nem csinálom meg például. Volt. Aha. Volt. Volt már ilyen, és akkor el is utasítottad, hogy akkor ez már túlmegy a hatáskörömön, túlmegy az van, ilyen ízlésvilágomon mondjuk, és akkor ezt a kezelést például kihagyjuk. Volt ilyen, igen, de ő nem törzs vendégem. Tehát, hogy akik régóta járnak, ő csak így be értem. Tévedt így egy alkalommal, de azóta sem, mert mondtam, hogy hagyjuk. Akkor gondolom valami olyat kért tényleg, igen, ami mondjuk szóval így, igen. Nem feltétlenül adásképes dolog. A másik ugye a gyerekek, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek hány éves kortól érdemes mondjuk a szülőnek odafigyelni arra, hogy akkor rászoktassa arra, vagy nem is presszionálja, de inkább rászoktassa, terelgesse az arcápolásra felé. Hát amikor elkezdődik ez a kis serdülőkor, ugye, hogy a hormonok elindulnak a kis szervezetében, a változás, és ugye bőrén először inkább az orrukon szokták látni, hogy egy picit fokozottabb a fagyú, meg ott ilyen kis pici kis mit eszel valamik, na olyankor már jönnek a kérdések felém, meg ha esetleg az a kisfiú vagy kislány jön az anyukájával, akkor megnézzük, és akkor jó, még most nem kell, tehát hogy nem kell egyből neki esni és nyomkodni, meg kenegetni, hanem az úgy teljesen egyéni, hogy mikor kell már egy-egy kezelés. De ez így az odafigyeléssel, meg így a terelgetéssel, ez nagyon-nagyon jó. Persze. A téli, meg a nyári arcápolás, hogyha belementünk a műsor elején, az különbözik sok mindenben egyébként? Más, igen. Nyáron inkább ezek a könnyedebb kezelések vannak, már így hatóanyagilag, plusz ugye a napozás után, hogyha esetleg többször van olyan, hogy jönnek a vendégek, és picit lepirult a bőrük, akkor nyilván az a lényeg, hogy lenyugtassuk és segítsük, hogy minél előbb szép barna szint elérjen a bőr, hidratáljuk. Télen meg azért sokkal táplálóbb kezelések vannak, elsősorban a hideg miatt. Ugye maradjunk a nyárnál, most ennek az időszaka van, hál' ugye, hál' Istennek, igen, leégünk, lebartolunk, hogyha nincs olyan idő, ugye emellett még járnak az emberek szoláriumba. Ezt te kozmetikusként mennyire szoktad ajánlani, vagy preferálni mondjuk Szolít. A szoláriumot?
Hát én nem vagyok nagyon a hívese, de nagyon ellenesem. Én ebben is azt mondom, hogy az a normál mértékletesség, ami nagyon-nagyon fontos. Hogyha valaki elkezdi esetleg így tavasszal, mindig kis, vagy hát rövid időre menjen egy 3-4 alkalommal, én mindig azt szoktam mondani, hogy az arcot szigorúan le kell takarni, az, és nem fog meglátszani a különbség, mert ahogy megyünk bele a tavaszba, süt a nap, ugye arcunkat éri legtöbbet a napfény, és az úgy menet közben az utcán az úgy hozzá barnul a testhez, tehát hogy nem lesz eltérő, mert ezt szokták kérdezni, de hogyha az a normál mértékletesség megvan tavasszal egy kicsit, vagy esetleg télen, amikor valaki arra vágyik, hogy egy kis D-vitamin hiány érzete van, bár ez nem pótolja a D-vitamint, a szoli, de akkor egy picit meg lehet engedni, de tényleg óvatosan odafigyelve. Emlékszem arra, hogy kamaszkoromban, ugye amikor megjelennek ezek a pattanások, az volt igazából az egyik fő szórakozás, valaki élvezte ezt, hogy nyomkodja a pattanásait. Ahogy ezt mindig mondták, ne nyomkodjuk, rondább lesz tőle, stb. Aztán egyszer csak így elmondom, hogy ez miért lehetett. Aztán mondtam, jó, nem nyomkodom, és elmentem, nem Fehérváron volt, én másik városba jártam középiskolába, elmentem egy kozmetikushoz, mondom, akkor szakszerűen megcsináltatom, ugye kigőzölt, szépen injekciós tűvel nyomkodta ki, vagy szedte ki, vagy lazította fel a pattanás, kinyomkodta, és 3 nap múlva is még tiszta vörös volt konkrétan. A fejem az rossz kezelést adott, érzékeny a bőröm, és a pattanás nyomkodása visszatérvén, mennyire óvainted az embereket, hogy ne csinálják mondjuk ezt. Hát igen, otthon nem a legjobb pont amiatt, mert hogyha nekiesnek, és nem jön ki, ugye, ami miatt begyulladt, az a kis fagyú dugasz, ami nem jön ki, akkor még nagyobb lesz a gyulladás, még tovább ott marad, égtelenkedik az arcon, meg kell várni, hogy lehúzódjon, és akkor esetleg utána a kozmetikában, hogyha nem is kezelés formájában, mert ha egy-egy olyan van, akkor azt én így teljesen kiszoktam így tisztítani a vendégeknél is, de sokkal jobb elmenni, mint otthon nekiállni, mert az nem az igazi. Azért utána nyilván van egy lefertőtlenítés, utána egy összehúzó pakolás, akkor különböző hatóanyag visszapótlások, amit ugye otthon nem tudunk megcsinálni, és az a bőrnek a regenerálódásánál nagyon-nagyon sokat számít. Hogy csak kinyomkodjuk, lefertőtlenítjük, és akkor kész, utána megyünk, tehát hogy nem. Mert ha egy darab valami van, azt oké, otthon el lehet intézni, ami tényleg olyan, hogy kitisztítható, de nem minden esetben. Persze. Ez a gőzölés egyébként még van, mert nekem régen így csináltak, mondom, egyszer voltam ezért, ez még mindig van, még mindig ez a bevett technika, a fellazítása? Létezik, viszont amelyik termékcsaláddal én dolgozom, ott nem kell a gőz, mert van egy úgynevezett felpuhító gél, ami, hát 4 éve használom ezt a termékcsaládot már, 4,5, nagyon fura volt először, hogy nem kell gőz, hogy azt a mindenét, hogy ez most hogy, és működik? És működik. Sokkal-sokkal jobb, mert a gőz ugye, ahogy a gőz lecsapódik a pára az arcbőrre, felpuhítja a felső hámréteget, és ezáltal sokkal sérülékenyebb lehet a bőr a nyomkodásnál. Ha egy picit mondjuk megcsúszik az ujjam, vagy valami, akkor pici kis hámsérülés lehet. De így ettől a felpuhító géltől abszolút nem. Tehát ez teljesen felpuhítja a bőrt, a mélyebb rétegeket, és akkor sokkal könnyebb a tisztítás. Úgyhogy nincs ez a kis hám sérülés, feláztatás. Tehát bármilyen korban vagyunk, törekedjünk mindenképpen a tisztításra, a krémmel történő kezelése, meg mondjuk a hidratálása, ez a három fő alapszabály mindenképpen, amit kell, hogy kövessünk tényleg, hogy rendes szép arcbőrünk legyen. Mennyire nehéz kicsit most a szakmáról távolabbról beszélve, mennyire nehéz kozmetikusnak lenni, akár fizikálisan, akár pedig ugye mentálisan. Mennyire nehéz szakma ez? Ugye szereted nagyon, nyilván nem biztos, hogy úgy éled meg, de azért vannak nehezebb napok. Hát vannak nehezebb napok, bizony, ki kell tartani, mint mindenben, és én abban hiszek, ha valaki valamit nagyon szeret, bármilyen szakterületről beszélek, akkor a buktatóival együtt szereti, és megy azon az úton. Hát nem egyszerű, mert sokan a fiatalok, mikor így elvégzik fodrász, kozmetikus, ezek most ilyen nagyon divatos szakmák, és ugye főleg ebben a mai külsőségekkel teli világban ugye a fiatalok azt látják, hogy ez is ilyen csak a csillogás, hogy a smink, a masszázs, de jó, de azért ez csak egy külső kép. Így van. Szóval itt nagyon sokat kell dolgozni, azért tanulni, azért, hogy egyáltalán a vendégek visszajöjjenek, és szeressenek jönni, érezzék a bőrükön az eredményét azoknak a kezeléseknek. Szóval így ez nagyon-nagyon összetett.
Hát igen, tehát... Igen. Tényleg az olyan szakma, hogy itt produkálni kell az eredményeket, mert az ember nem látja az eredményt rajta, nem fog visszamenni, keres mást, vagy ugye végleg elfordul ettől így az egésztől. Van. Ezért kellenek a jó termékek is. Igen, igen, és tudni, hogy mit, mivel, miért, hogyan, tehát hogy nem... Azért is szeretem ezt a szakmát, mert nem hagy így elülni, tudod, hogy úgy. Mert az emberek a hétköznapi rutinban hajlamosak vagyunk, és ez mindenki, mindenre jellemző. Olyan időszakban egy kicsit úgy elülünk, és akkor itt folyamatos motiváció van. Ha van kedvem hozzá, ha nincs kedvem hozzá éppen. De persze. Általában van kedvem, úgyhogy nekem ez így nem probléma. Ugye fontos ezt a motiváció, említetted, meg ugye hát az is fontos, hogy motivált úgy maradni, hogy azért el tudj szakadni a szakmától, ki tudj kapcsolódni. Hogy kapcsolódsz ki például? Igen, igen. Én emlékszem régen, amikor elkezdtem dolgozni, ezt meg kellett tanulnom. Igen? Mert hazamentem, és kattogtak az XY vendégeknek a dolga, élete, problémája, otthon aggódtam a nem tudom valamelyik vendégemért, hogy na az ő életében az most megoldódik-e. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így, és így ez magamban volt, hú, mondom, hát ez így nagyon nem jó, és meg kellett tanulnom, és most már abszolút tök jó, hogy minden ott marad. Persze nyilván egy jó pár vendégemmel elég közeli már így a kapcsolat, és így nagyjából egymás életét végig is kísérjük persze. Valamilyen szinten. Van, akivel így szoktunk így kommunikálni is, de ez így megtanulható, kezelhető. Úgyhogy nekem ez így nem probléma már, hogy kijövök, az minden ott marad, és akkor úgy élem az életem, teszem a dolgomat. Sportol, zenét hallgatok. Zenét hallgatok, olvasok, igen, igen. Főzöl. Igen. Így van. Tehát a táplálkozás, szokás. Tényleg azt nem is, ugye a hidratálást azt említettük, táplálkozás az mennyire fontos például az a szép arcból, illetve a szép bőr kapcsán? Hát fontos, nagyon-nagyon fontos, mert hogyha túl sok zsíros ételt, túl sok cukros, nagyon sok kávé, nagyon sok alkohol, tehát hogy ezek mind-mind nem tesznek jót a bőrnek, főleg egy tini bőrnél, amikor nagyon sok chipset eszik, vagy csokit, vagy ezeket a pizza, hamburger, amik tök jók aják, csak persze. Ugye ők hajlamosak lennének ezen élni, igen. És ugye aki nem figyel oda, vagy nem olyan az anyukája, apukája, akkor ott azért úgy elharapódzik, hogy a bőrén is nagyon meglátszik, sokkal tisztátalanabb a bőr, egy gyulladásra hajlamosabb lesz, szóval oda kell figyelni. Tehát együnk csak módjával akkor. Így mondjuk. Van, mindent, abból is azt mondom, hogy mindent lehet enni, csak tényleg odafigyelve. Ugye fontos mindig a jövőbe való tervezés, meg a jövőbe való nézés. Mi az, amit mondjuk így a szakmában, a jövőben még el szeretnél? Van-e valami ilyen grandiózusabb cél, amit na, én ezt meg megcsinálom mindenképpen, addig élek is? Most így konkrétan így nem tudom, mert annyira változik a világ, és annyira mindig hoz újat, hogy most már egy pár éve megtanultam ezzel a változással így élni, hogy megyek előre, és ami jön majd, akkor azzal a változással változom én is, és veszem föl azt a ritmust, meg azt a dolgot, amit a helyzet hoz. Mondjuk ez a jó, talán nem presszionál annyira, nem? Mert úgyis mindig fejlődsz, azt tudod magadról, meg kell fejlődni rá, vagy igen. Kényszerít, vagy ez egyfajta presszió, de olyan, hogy ez az amaz, mindenképpen a beleszakadok akkor is. De talán ez igen, jobb így, hozzáállás is. Igen, így nem. Tehát, hogy minden áron nem. Mindig úgy voltam, hogy az érzéseim után megyek, mint ahogy most is. Hogy amit érzek, azt szeretem csinálni, megtenni, úgyhogy így igazából így. Na ez jó. Így ez a mai világ, amit hozott, ez a nagyon gyorsan változik minden. Persze, úgyis alkalmazkodni kell, ez igen, nem kell még pusztára igen. Az ember vállára. Igen, igen. Na ez jó. Nyilván az megvan, hogy a vendégek jöjjenek, tehát ugyanúgy, ahogy eddig, jöjjenek új vendégek is, tehát hogy ezeket így mindig szoktam kívánni így persze. Én is magamnak, meg magamban, de valahogy ezt is úgy érzem, hogy jönnek, és ez olyan jó érzés tényleg, amikor így persze. Felbukkannak a régi vendégeim is akár sokszor, úgyhogy... És ez maradjon is így a jövőben. Így van, köszönöm így van. Szépen neked, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Legyenek velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.